amerikai edzővel és több amerikai játékossal vágott neki a legmagasabb osztálynak a Nyíregyháza Tigers azzal a céllal, hogy ott legyen a döntőben. A szezon elején jöttek is a győzelmek, aztán a negyedik fordulóban a Városi Stadionban 6 pontos vereséget szenvedtek a Budapest Vosztólati Tigrisek. A két csapat az elődöntőben találkozott ismét egymással, és a fővárosiak a döntetlennel záruló első félidő után legyőzték a több játékosás sérülés miatt elvesztő vendégcsapatot. Mivel a Farkasok megnyerték a HFL-t, a Tigers végül bronzéremmel zárta a bajnokságot. Elégedettek lehetünk, mert a bajnokságot harmadikként zártuk, úgyhogy igazából az élvonalban elengedhetetlen volt, mi azt gondoltuk, egy amerikai edző, akitől nyilván attól mindenképpen tanulnunk kell, illetve az importjátékosok, mert ebben a legmagasabb osztályban ez nagyon-nagyon fontos, hogy minőségi, gyors és tényleg látványos játékokat játszunk. Nekünk is vannak rengeteg tehetségeink, meg mi is tudunk nagyon-nagyon magas szinten futballozni, de ezt ki kell mindenképpen, hogy egészítsük egy-egy importtal, mert ezt teszi színesebbé, szebbé, jobbá igazából a sportot, látványosabbá, úgyhogy én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a HFL bajnokságunkkal. A szezon végén az edző és a légiósok elhagyták a csapatot, de itt létükből sokat profitáltak a magyar játékosok. Minden egyes importtól és minden egyes edzőtől tanulunk, úgyhogy igazából én az edzőre azt mondanám, hogy ő egy teljesen kiegyensúlyozott, és igazából korából ítélve ő egy teljesen nyugodt, mindig higgadtan és nagyon-nagyon jól kezelő a dolgokat. Látjuk, hogy nálunk Magyarországon nagyon-nagyon sokat izgulnak az edzők, nagyon-nagyon próbálják az instrukciókat, utasításokat adni a pályaszéléről, és ő rá ezt nem volt jellemző, teljesen higgadtan, tudatosan, és igazából majdnem, hogy ezt tudnám elmondani a játékosokra is, hogy ők egy kicsit sokkal tudatosabbak, sokkal higgadtabbak, hamarabb olvassák játékokat. Hát igazából én azt gondolom, hogy a magabiztosság, amit mindenképpen el kell, hogy tőlük sajátítsunk. A Nyíregyháza Tigers a következő évben nem a legmagasabb osztályban, hanem a Divízió 1 keleti csoportjában indul, a Budapest Cobblers 2, a Budapest Titans, a Deus Gladiators és az Eger Híros társaságában. A Tigrisek két nyugati csapattal, a Budapest Eagles-szel és a Dappacé Gorillatszal is összemérik tudásukat. Az új szakmai stáb célja a fiatalok további fejlődésének biztosítása. Mihalik György, Tóth Gábor, Erdély Áron és Yuri Nahornyák fogja segíteni még pluszban a munkánkat, csak nyilván ők a felnőtt bajnokságban játékból is ki fogják venni a részüket, úgyhogy igazából ők ilyen játékos edző formában fogják csak tudni segíteni a játékot. Szeretnénk még majd egy edzőt igazolni, hogyha a lehetőségeink fogják engedni, akkor mindenképpen szeretnénk még egy amerikai szakembert hozni. Az előrelépés az akár megtörténhet már a bajnokság végén is, hogyha ki tudjuk érdemelni a HFL-re való jogosultságunkat, akkor nyilván jövőre a HFL-ben fogunk indulni, de most igazából a koncepció az az, hogy nekünk ezt egy nyíregyházi csapattal érdemeljük ki, hogy mi a HFL-ben valók vagyunk, úgyhogy igazából nem projektcsapattal, hanem a saját nevelésű játékosainkból szeretnénk, úgyhogy ha ehhez egy-két évre van szükségünk, hogy a Divízió 1-ben legyünk, és csak úgy tudunk visszakerülni a HFL-be, akkor annyit kell, hogy kivárjunk, de mindenképpen az a cél, hogy visszakerüljünk a legmagasabb osztályba. A Tigrisek már december elején elkezdték az edzéseket, és az ünnepek alatti rövid pihenőt leszámítva folyamatosan készülnek majd a jövő évi bajnokságra.